Mukicsné Belhidai Zsuzsanna, a mozgássérültek pápai csoportjának vezetője nyitotta meg a karácsonyi ünnepét, mely minden évben megrendezésre kerül. Először a klubokba szoktuk rendezni, a későbbiák folyamán már éttermekbe és zenés táncot esteket szoktunk szervezni. A Tűr István gimnázium tanulói versekkel, zenével tették emlékezetessé az estet. A meghívott vendégek között szerepelt dr. Áldozó Tamás alpolgármester, Korcsmáros József, a polgármesteri hivatal korelnöke, Szabó János, a Győr-Moson-Sopron megyei mozgássérültek elnöke, valamint Glück Ferenc, Veszprém megyei elnök, aki rövid beszámolóban értékelte az év eseményeit. A pénteki díjátadó az István a király című rockopera dallamaival kezdődött, hiszen a városi önkormányzat ennek a produkciónak adományozott Pro Publico díjat. Pro Publico az azt is jelenti, hogy a közösségért, a közért, és itt Pápavárosban nagyon sokan összefogtak azért, hogy a nemzeti érzést is erősítve talán a legjobb időszakban az István a király klasszikus rockoperát színpadra állítsák. A Pro Publico díjátadása és a Vörös Sándor általános iskola tanulóinak műsora után dr. Kovács Zoltán Pápaváros polgármestere adta át a 335 díjazottnak megérdemelt jutalmát. A 64 kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diák mellett 179 sportoló és 92 felkészítő vehette át a díjat. Különleges program volt az adventi délelőttön a Láthatatlan Színház. A gyerekek bekötött szemmel, mint egy akadálypályán tettek utazást a karácsonyi ünnepkör világában. Az egyes állomásokon hitoktatók mesélték nekik visszafogott hangon Jézus születésének történetét. Az evangélikus egyházmegye az elmúlt hónapokban két pályázatot írt ki hittanosai számára. A pályázatok díjkiosztó ünnepségét az adventi délelőttön tartották. Az első kategória nyertese a nagyacsádi Szakács Martin lett. A második kategóriában a pápai Krivácsi Márta lett az első helyezett. Katolikus iskola megalakulásától kezdve minden évben szervezett karácsonyi koncertet a nagy templomban, így az idei már a 15. ünnepváró alkalom. Természetesen az iskola más módon is készül Jézus születésének ünnepére. Többek között adventi koszorú állításával, mézes kalács sütéssel, Szent Jónással és közvetlenül karácsony előtt egy közös lelki felkészüléssel.